Tisztelt konferencia, tisztelt hölgyeim és uraim! Az én témám a császári királyi hadsereg magyarországi tábornokainak csapatnemi háttere lesz, mégpedig az 1787 és 1815 közötti időszakban. Röviden az időszak indoklásáról annyit érdemes elmondani, hogy általában a francia háború kezdetét azt 1792-re teszik, tehát az egész háborús időszak kezdetét, viszont a császári királyi hadsereg számára ez az egész negyed évszázados, bő negyed évszázados történet, ez jóval korábban megkezdődött, ez 1787-ben, hiszen 88 elején történt meg a hivatalos hadüzenet törököknek, de maga a hadsereg mobilizációja, összevonása és az első műveletek még a hivatalos hadüzenet előtt, már az előző évben megkezdődtek, illetve a háborút lezáró szisztambuli béke és a francia hadüzenet között alig fél év telt el, magát a hadsereget sem mobilizálták, és így tulajdonképpen a hadsereg története szempontjából ez az egész kép ez egy egységet. A kutatásom során megvizsgáltam ennek a korszaknak a tábornokainak a számát. Tehát összesen azt találtam, hogy 1244 tábornoki kinevezés történt, ebből 880-an viseltek aktívan szolgálatot. Az összes többi az vagy korábban kinevezett, már nyugdíjat kapó, vagy pedig csak névleg kinevezett tábornok. Ebből a 880 aktív tábornokból 215 főt sikerült azonosítani, mint magyarországi kötődéssel rendelkező, vagy úgy, hogy magyarországi honosságát sikerült bebizonyítani, vagy az akkori bővebb értelemben vett Magyarország területén születtek. Ebből a 215 főből 184 fő volt az, aki magyar honossággal biztosan rendelkezett, de hogy a 31 fő az, akiről eddig nem sikerült bizonyítani, hogy rendelkezett volna bármilyen magyar honossággal, illetve Magyarországgal bármilyen kapcsolatban, jogi kapcsolatban lett volna, azon túl, hogy születési helye magyar területre esett. Ennek a kutatásnak az eredményeit a tavalyi évben egy monográfia formájában közzétettem. Ez a monográfia tartalmazza a 215 fő magyarországi tábornok rövid életrajzát, és tulajdonképpen előadásunkban ennek az adatait kísérlem meg elemezni egy bizonyos szempontrendszer szerint. Nézzük meg, hogy milyen vizsgálati szempontrendszert lehet alkalmazni, mik azok a sarokpontok, amelyek köré lehet a vizsgálati dolgokat csoportosítani. Hogy alapvetően kijelenthető, hogy a tábornokok vezérleti szolgálatában meghatározó szerepet töltött be a tábornoki rang elérése előtti szolgálat csapatnemi háttere. Ez a meglehetősen bonyolult definíció azt jelenti, hogy ha valaki a huszároknál volt tiszt, akkor az utána jellemzően a tábornoki lovasság, de legalább könnyű csapatok körében töltötte. Ha valaki sorgyalogosoknál volt tiszt, különösen törzstiszt, az általában sorgyalogos csapatokat vezetett tábornokként is. Ilyen szempontból természetes, hogy a csapatnemi háttér az alapvetően meghatározta a tábornoki szolgálatot. De a vizsgálat szempontjai között nagyon fontos szempontként merül fel a társadalmi háttér, illetve a nemzetiségi háttér szerepe. De a korabeli magyar királyság, illetve a bővebb értelemben vett Magyarország, tehát beleértve az erdélyi nagyfejedelemséget, a határőrvidéket, a Hatországot, illetve a inkorporált Temes közt is. Tehát ez a terület, ez egy nemzetiség és társadalmi szempontból is összetett népességgel rendelkezett. Tehát a magyaroknak a száma már bőven 50% alatt volt, tehát az egyes nemzetiségek szerepét külön-külön dedikált módon érdemes megvizsgálni. Természetesen magát a társadalmi hátteret is, hiszen nagyon nem mindegy, hogy milyen társadalmi közegből érkezett az a katonai elit, amely a császári királyi hadsereg élén állt, és ezt a hadsereget vezette.
nagyon fontos tényező a korabeli hadseregben és a korabeli társadalomban a társadalmi mobilizáció szerepe, tehát a társadalmi mobilitást milyen mértékben segített a katonai szolgálat. Ugye katonai elitről beszél. Tehát ez már nyilvánvalóan adja magát a feltételezést, hogy aki a tábornoki karba bekerült, az a társadalom magasabb és bizonyos fokú társadalmi mobilitás számára lehetővé vált. Tehát az akkori rendi társadalom keretei között, a rendi társadalom különböző szintjei között egy vagy akár több lépcsőfokot is emelkedhetett. És végül is utolsó szempontként a vizsgálatok szempontrendszerében a katonai teljesítményt veszem górcső alá, tehát megpróbálom rekonstruálni azt, hogy hogyan és milyen mértékben történt meg a katonai teljesítmény elismerése. Ez akár kitüntetésről beszélünk a Mária Terézia rendről, illetve előléptetések szempontja alapján. Felállíthatunk előre egy hipotézist, amelyről mondhatjuk azt, hogy az eddigi kutatások, illetve ismeretek alapján valamennyire talán előrevetítheti a kutatásnak az eredményét, amit majd a részletes adatok vagy alátámasztanak, vagy megcáfolnak. Ugye az egyik ilyen kijelentés, hogy a huszároknak viszonylag nagy súlyának kellene lennie a tábornokok között. Valójában ugye a magyarság alapvetően a huszárok révén vett részt a császári királyi hadseregben, legalábbis a közvélekedés huszárok túlsúlyát elemezi. Valójában a létszámok vizsgálatánál azért az kiderül, hogy a létszámok tekintetében korán sincs így. Viszont ezt a fajta hipotézist megfogalmazhatjuk. Aztán szintén hipotézis körébe tartozik, hogy nemzetiségenként eltérő csapatnemi összetétellel találkozhatunk, hiszen az egyes nemzetiségek azok más-más földrajzi körülmények, más társadalmi összetétellel rendelkeztek, és ennek mindenféleképpen hatással lenne a katonai szolgálatra, illetve az előmenetelre a tábornoki esetményre és a tábornoki ismert szolgálatra. És alapvetően azt is fogalmazhatjuk, hogy önmagában csak maga társadalmi háttér az nincs hatással, vagy nagyon kevés hatással van a csapatnemre, hiszen alapvetően a feltételezhetjük, hogy a tábornokok többségében a társadalom középső rétegeiből érkeztek, tehát akár a vagyonosabb és tehetősebb polgárság, akár a birtok nélküli vagy kisebb közepes birtokkal rendelkező köznemesek köréből, illetve egy másik csoport feltétlenül az arisztokrácia köréből érkezett, viszont ezek önmagában ilyen jelentős csak kevéssé. Gondolok itt arra, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy egy arisztokrata vagy egy nemes csak a huszároknál vállal szolgálat. És hát a huszárokról elmondottak alapján feltételezhetjük, a társadalmi mobilitás és a katonai teljesítmény a huszárok esetében magasabb, mint a többi csapatnak esetében. Röviden ki kell arra térni, hogy mit is jelentettek a csapatnemek, hogyan nézett ki a császári királyi hadsereg csapatnemi rendszere. Alapvetően három fegyver nem beszélünk, a gyalogság, magasság és a szélségről, a gyalogság a sor, gyalogságra oszlott, ugye a könnyű gyalogosokon belül a határőrök, szabad csapatok, könnyű zászlóaljak, csapatok külön, tehát fogalmazhatók meg csapatnemként. De itt a határőrök kérdésesek, mert alapvetően genezis gyalogos csapatnem, viszont éppen ez a korszak az, amikor már a regularizált határőrök betagolódnak a sorcsapatok közé, és tulajdonképpen a harcászat tekintetében a korszak utolsó éveiben már olyan túl sok különbséget nem látunk a sorgyalogosok és
határőrök. Igen. Köszönhető ez egyébként annak is, hogy a könnyűgyalogos harcászat, az a sorgyalogság harcászatába is beindult. A lovasság az alapvetően nehéz lovasság és könnyű lovasságra tagolódott, hogy a nehéz lovasságnál a vértesek, karabinosok, dragonyosok, könnyű lovasság, szárok, valizsére, tulánosok tartoznak ide. Ugye volt 1800 és 1802 között, amikor a dragonyosok és valizséreket összemondták, és először könnyű dragonyosnak, majd a könnyű jelzőben, hogy a dragonyosnak hívták az összevont csapatnevet, de valójában ezek könnyű és nehéz lovas módon is harcoltak, tehát mind a két csapatnem csoport feladatát is ellátták. A harmadik fegyver nem a tüzérség. A tüzérség önmagában önálló csapatnemeket olyan módon nem képezett, hogy ez szervezetileg nem vált el egymástól. Tehát itt ugye a mezei tüzérségről, a várvédő és ostrom tüzérségről, vagy akár nehéz tüzérségről beszélhetünk, ezek szervezetszerűleg itt betartoztak, illetve a szervezet az nem ehhez a csapatnemi beosztáshoz tartozott, de valójában a tüzérek között ezek a csapatnemek nem igazán jelentettek olyan különbséget, mint mondjuk a lovasságnál a huszárok között. Teljes értékű fegyvernemnek nem tekinthetőek a műszaki csapatok, hiszen nem volt sem egységes parancsnoksága, sem egységes szervezete, viszont nagyon komoly szakcsapatokká léptek már eddigre a különböző műszaki alakulatok, aknászok, árkászok, pontorosok, illetve mérnökkarjak léteztek szervezetszerűen, illetve utász csapatokat hoztak létre a hadjáratok idejére, aztán egy idő után is önálló csapatként megjelentek. Itt a mérnök karnak a szerepét emel különösen, hiszen tulajdonképpen Európa legképzettebb tisztjeit foglalta magában. A mérnök kari képzettsége messze-messze kiemelkedett a császári királyi hadsereg tisztjeit értelműen, de akár mind a francia porosz hadsereggel összevetésben képzettséget kaptak, úgyhogy ezért érdemes kiemelni. Ez természetesen a tábornoki szolgálat fontos szerepet játszott. Illetve még egy egyéb kategóriát is állítottak, hiszen a tábornokok még máshonnan is érkeztek a tábornoki karba. Ugye létezett egy táborkar, amely ugye magának a hadseregnek a hadműveleti vezetésével, látásával foglalkozott, úgyhogy röviden össze akarjuk foglalni a szerepét. De léteztek szekerészek, léteztek különböző iskolák, amelynek az oktatói gárdája is adott esetben tábornokká érhetett, és hát nagyon fontos a testőrség, amely nem harctéri szolgálatot jelentett, de az uralkodó személyéhez közel voltak a testőrök, így nyilvánvaló, hogy ez is egy karrier lehetőség adott indokot. Érdemes itt megjegyezni, hogy itt korán sem csak operett katonákról van szó a testőrök esetében. Nem egy olyan tiszt került be a testőrségre, aki mondjuk a harctéren komoly sebesülést szerzett, és már a harctér viszontagságait nem bírta, viszont kiváló katona volt, így a testőrség ottották be. Érdekes megvizsgálni, hogy akiket tábornokká léptettek el, azok milyen arányban és hogyan harcoltak az egyes csapatnemek csapataiban, egységeiben. Azt lehet mondani, hogy ebből a 215 tábornokból összesen 81-en csak egyetlen csapatnemben szolgáltak a pályafutások során, ami a valami szám. Én megmondom őszintén, amikor összegeztem az adatokat, akkor én meglepődve tapasztaltam, hogy csak ennyien, ez alig több mint egy harmada az összes tábornoknak, és 134-en legalább két csapatnemben szolgáltak, egyébként 60-an voltak olyanok, akik legalább három csapatnemben szolgáltak, tehát azt lehet mondani, hogy az egyes csapatnemek közötti átjárás az eléggé tág határok között mozgott. Nyilván itt a lovasság sok csapateme ez önmagában sokat nyomott itt a latban, hiszen mondjuk a svalizsérek és a huszárok között nem volt olyan nagy a
a harcászatbeli különbség, sőt, és van is erre, tudjuk, hogy a német könnyűlovasok voltak, messze nem olyan, és a harcoltak nem volt benne a magyar könnyűlovas virtus, amire szükség lett volna a kis háborús műveletekben, ezért huszártiszteket vezényeltek svanizsír csapatok élére, hogy ezáltal is növeljék a svanizsírek teljesítményét. És egyből tudok is mondani erre példát, Karacsony András, egy kiváló horvát származású tábornok svanizsíreknél harcolt tulajdonképpen a legnagyobb részében a karrierjének, és onnan emelkedett tábornoki rangra. Tehát ez részben ugye a viszonylag kis különbségű és eltérésű csapatnemek közötti átjárást jelentette, viszont roppant érdekes volt azt megtapasztalni, hogy egymással szöges ellentétben csapatnemek között is bizony volt átjárás. 8 olyan esetet tudtam regisztrálni, ahol a későbbi tábornok a sorgyalogságnál és a huszároknál is ugyanegy esetet, amikor huszár és vértes közötti átmenet volt, ami azért egy meglehetősen éles váltás. Ez viszont azt mutatja, hogy azok, akik a tábornoki sorokat elérték, azok összetettebb csapattiszti tapasztalattal rendelkeztek, mint ahogyan az előre vetíthető lett volna, vagy akár hipotézisként megfogalmazható lett volna. Tehát egy sokkal szélesebb körű ismeretekkel rendelkeztek arról, hogy az egyes csapatnemek milyen teljesítményre, milyen működésre képesek. És ez azért fontos, mert tábornokként már általában nem egy csapatnemet kellett vezetnie a tábornokoknak, hanem több csapatnemből álló, akár már dandár szinten összegyelmeni egységeket, kvázi magasabb egységeket kellett vezetni a tábornokoknak. Ezek a tapasztalatok nagyon-nagyon sokat nyújtak alapba. Nyilván a különböző csapatnemek, vagy fegyvernemek éppen ezért látszik, hogy ez a fajta több csapatnemű szolgálás magasabb szintű, tehát 20 egy csapatnemese, 50 több csapatnemes jut, még a gyalogságnál a 52-re 65, tehát itt sokkal kisebb mozgás. Itt pedig arra érdemes figyelni, hogy a határőrök és a sorgyalogosok között hasonló módon megvolt az a nevezzük úgy, hogy tisztcsere, hogy a sorcsapatok tisztjeit a határőrségnél alkalmazták, hiszen így a reguláris hadviselést, illetve ami még talán ennél is fontosabb, a zárt fegyelmet tudták átadni az egyébként meglehetősen nehezen fegyelmezhető határőr csapatoknak. Ha megnézzük, hogy az egyes domináns csapatnevek ezek hogyan alakultak, akkor egy viszonylag meglepő képet kapunk. De alapvetően érdemes arra, hogy nagyon mindent beszélni, hogy mit jelent az, hogy domináns csapatnem. Mivel a tábornokok általában többségében nem egyetlen csapatnemnek szolgálnak, ezért a pályafutásukat olyan szemmel tekintettem végig, hogy hol, melyik csapatnem körében töltötték el a legtöbb időt, és itt a törzstiszti szolgálatot mindenképpen súlyozni kellett, hiszen ez nyomott a leginkább latban a tábornoki szolgálat tekintetében, hiszen az volt legkülönbözőbb a tábornoki szolgálathoz, és így szinte kizáró, vagy szinte minden egyes tábornok esetében meg lehetett határozni a domináns csapatnemet. De két olyan eset volt, amikor egy csapatnemet nem igazán lehetett megjelölni. Az egyik Fröhlich tábornok esetében, aki öt csapatnemben szolgált, ugye nagyon sokat mentő különböző emberek között és csapatnemváltáson esett át, de többségében ezek nagyon voltak, ezért a terminus technikust alkalmaztam, illetve ott van még egy genei tábornok, a híres portyázó, a Partizán könyvnek a rendkívül híres szerzője, akiről ugye Zalatoszorú bizonyította be, hogy ő más, mint Jenei Kalos Mihály, egy erdélyi származású nemes ember, ki pályafutásának a császári király hadseregben. Ő a távozás előtt huszártisztként, alacsony rangú huszártisztként szolgált,
majd a porosz és a francia hadseregben csapat, pontosabban parancsőrtisztként osztásokban is harcolt, majd a császári király hadseregben visszalépve gyakorlatilag erőt parancsnokként, de valójában különböző műszaki feladatokat látott el, például a katonai felmérés elkészítésében és egyébként munkában vállalt kulcs szerepet. Önálló műszaki terminus technikust alkalmazta. Itt érdemes már, és ez az egész vizsgálatra jellemző, különvenni azokat a tábornokokat, akik magyar honossággal rendelkeztek, tehát bizonyíthatóan közel volt a Magyarországhoz és Magyarország különböző, ez jogilag is, tehát egyfajta, hogyha nem lenne anakronisztikus a kifejezés, akkor azt mondanám, hogy valamiféle állampolgársággal rendelkeztek. Ugye ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Magyarországon most táborokú kifejezést alkalmaztam, illetve azokat, azt a egy embert, aki Magyarországon született, de idegennek tekinthető. Egyébként egyáltalán nem biztos, hogy az idegen kategóriában tartozó tábornokoknak nem alakult ki a kötődése az országhoz. Tudunk olyanról, aki gyakorlatilag az életének nagyobb részét itt élte le, itt szorótábornokra utalnék, aki fiatalon Kolinnál olyan mérdéseket szeret össze, az lábát előttük is le kellett várni. Viszont kiváló parancsnok volt, és ugye ő utána Temesvárra került, ahol erőparancsnok, előbb még csapatparancsnok, utána erőparancsnok, végül főhadparancsnok is lett. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy ön egy komoly kötődéssel alakult ki. De nem egyedül voltak Temesvár apa-fia párosról, és tudjuk, hogy pozitív a viszonyok a Magyarországhoz. De mivel ugye ezt már statisztikailag mérni, ez egy roppant nehéz dolog, ezért inkább megmaradtam a honos és tábornokok külön vizsgálatává. Az várható volt, hogy az idegenek a legmagasabb, az összes többi az nagyjából osztik el kisebb kérdéssel, és hát közel kétharmaduk gyalogosként szolgált. Ami a magyar oldalon, a magyar honos tábornokokat illeti, rendkívül meglepő adatot sikerült találni, pedig azt, hogy az összes 184 tábornoknak picivel több, mint a fele gyalogosként szolgált a csapattiszti karrierje során domináns. De már itt a hipotézisként megfogalmazott huszárok túlsúlya már ez kaptal megtölt. Valójában a Magyarország a fele gyalogos hátterű volt, és alig több mint egyharmada lovas. Ezen belül is már a lovasokon belül természetesen a könnyű lovasoknak az aránya az elsőtő, nehéz lovasokkal szemben, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy hiába tekintjük a magyar huszárnemzetnek, hatan vértesek között, tehát nehéz lovasságnál szolgáltak domináns jelleggel. Tehát itt tulajdonképpen már egy rendkívül erős kivételt látunk a huszárság dominanciája tekintetében. Ez egyébként nem csak a legmagasabb szinten volt így. Több magyar nemesi családról tudjuk, hogy vértesek néha szolgált, tehát egyáltalán nem tekintetes csapatnál a magyartól idegen mentalitásnak. Ami viszont feltűnő, a viszonylag kicsi összességében úgy fogalmaztam, hogy a képzettséget feltételező tábornok, vagy csapatnemi háttér, természetesen elsősorban műszaki, gondoltam, de annál ugye annyival szélesebb a táborkart is ebben lehet. A születési hely szerint nézzük, akkor ugye meg lehet különböztetni a tágabb értelemben Magyarországnak a különböző részeit, tehát a legszorosabban vett Magyar Királyságot, Horvát Királyságot. Ugye a kettő között, hogy mondjam, tulajdonképpen fél állásban lévő Szlavóniát, hiszen tudjuk, hogy ezért Szlavónia az Magyarországhoz is tartozott, a Száborban is küldött követeket, érdekes jogállás volt,
Én érdekességképpen, meg hát a korábbi különállás miatt, a születés idején lévő különállás miatt Bánátot különvetem, tehát lényegében a Temesközt. Magyarul ezt inkább bánságnak szoktuk, a katonai terminológiában sokkal inkább Bánátot használjuk, ezért alkalmaztam én is ezt. Illetve természetesen az nagy fejlemenséget. Van egy érdekes csoport, a Kürhonban született csoportja. Itt két csoportot lehet megkülönböztetni. Az egyik a magyar, a Bécsben élő magyar arisztokráciának a Bécsben, akár Bécs környékén tagjai, gyermekei. A másik pedig a katonaként külországban szolgáló magyar magasrangú katonáknak, vagy éppen nem is feltétlenül magasrangú katonáknak a gyermekei. Tehát ezekből áll össze a külvonalaknak az aránya. Ugye itt a Matrixból nagyjából az látszik, hogy a Horvátországban, Szlavóniában születettek között rendkívül a többségben vannak a gyalogos csapatok hátterek, erről még lesz később az okáról. Itt ugye a Magyarországon született idegentábornokok nemzetiségét láthatjuk, tehát azt is szép lehet mondani, hogy akár a Magyarországon ennek számító, akár a magyar tábornokok milyen nemzetiségre tartoznak, itt az idegenek körében sokkal könnyebben megfogható ez a nemzetiség, hiszen ausztriai németnek hívtam azokat, akik a Habsburg monarchia területén, területről származtak, tehát tulajdonképpen a Német-Római Császárságon belülről és a Német-Római Császárság és az monarchia közös halmazából ezt a halmaznak. Illetve természetesen birodalmi németek is, egy birodalmi német volt, ugye különböző, már gyakorlatilag német származású, de hontalanná vált katona dinasztia, illetve inkább megfogalmazni. Tehát már ezeknek a száma is jelentős. Szerintem Morva, francia, italiai, spanyol, illetve sziléziai. Szilézia esetében itt szintén azért alapvetően feltehetően német domináns lehetett. Itt egyébként jelentős különbséget a nemzetiség az nem jelent az egyes csapat. Viszont sokkal fontosabb a Magyarországon honottában és ennek a megoszlása, hiszen a Magyarország, a korabeli Magyarország egy sok nemzetiség állam volt, nagyon sok nemzetiség lakta, számban természetesen a magyarok, de a délszlávok, románok, különböző németek, ugye Erdélyben megkülönböztethetőek a szászok, illetve hát itt is van egy olyan kategória, hogy bevándorlók, tehát idegen származó, de elmagyarosodott magyarrá lett eredeti nemzetiséget ki lehetett belépett tábor esetében. Ha itt megnézzük részletesen az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a délszlávok esetében a gyalogság dominanciája az rendkívüli. Összesen a két délszláv nemzetiség, a horvát és a szerb nemzetiség összesen 42 tábornokot adott, pontosabban 42 gyalogost és mindössze 4 lovast adott. Ez mind lovas és mind horvát, és itt ők a horvát nemességnek abban a részében kerültek ki, amelyek tulajdonképpen a magyar nemességben azonos társadalmi helyzetben voltak, tehát a királyi horvát területek származtak, nem pedig a határőr vidéki területekről, tehát a tradicionális horvát nemesség soraiból kerültek. Az is látható, hogy a magyarországi németek adatai, azok teljes mértékben megegyeznek a magyarországi az adataival, a csapatnemi felosztás mert ez pedig rendkívül nagy mérő asszimilációt mutat, vagy legalábbis arra mutat ez az adatsor. Ha a társadalmi helyzet elemzésére áttérünk,
akkor alapvetően meg kell határoznunk azokat a társadalmi csoportokat, amelyek alapján ezt a vizsgálatot elvégezhetjük. Ugye természetesen itt a nemnemesek körében is tehetünk különböztetést, tehát ugye a határőr állás, felállásúakra lehet bontani ezt a csoportot, illetve hát néhány esetben nem sikerült kideríteni a pontos társadalmi állást, ami nem jelenti azt, hogy baj lett volna az illető, hanem feltétlenül valami olyan rétegből került ki, ami a személyes szabadsággal rendelkezett, egyfajta katona családdá való átalakulásban volt, de itt mondom részletesen társadalmi helyzetet nem sikerült így esetben kutatni. És a természetesen ugye a nemeseket is mondhatjuk, ugye köznemesekre, arisztokratákra, és hát az arisztokraták esetében a báron volt, és a herceg a három gangban, az a második elére meggyökeresedett Magyarországon. Itt is az idegen tábornokok esetében olyan különösebb újdonságot az adatok nem tartalmaznak, illetve elég kis számolok ahhoz, hogy kompetenciát lehessen belőlük levetíteni. Itt is természetesen a középtársadalom középső része felé, illetve az arisztokráciának a legkisebb presztízsű, vagy legalacsonyabb csoportja a rendkívül domináns. A magyar honos tábornokok esetében viszont nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a nemesek körében a huszárság az meglehetősen nagy számban, mondjuk egyharmad számban képviselteti magát, de ez még mindig kisebb annál, mint amire számíthattunk volna, vagy számítottam én legalábbis, amikor összegeztem az adatokat, illetve a kutatást mielőtt elkezdtem. Tehát még a nemesség körében is a huszár hátterűeknek az aránya az egyharmadot nem is éri el. Talán éppen hogy eléri, de nem éri el. Tehát ha ugye 114-ből a 35-öt nézzük, akkor nem éri az egyharmadot, a könnyű lovasokkal együtt éri el az egyharmados arány. És itt is a gyalogosoknak a dominanciája jellemző, bár azért ugye valamivel azért picivel kisebb, mint a teljes minta tekintetében. És viszonylag továbbra is azt lehet látni, hogy a kis számú képzettek, azok a társadalom középső szegmenséből érkeztek. Az arisztokrácia esetében már egy minimális lovassági dominanciát azért már érzékelhetünk. Tehát ugye itt a 17 lovas és 14 lovas háttér, illetve egy mellett azért már itt elérő 50%-ot, ezért természetesen társadalmi attitűdnek a hatása, amely ugye a lovasság szolgálatot magatnak tekinti. A gyalogságinál is természetesen ez az, ami ezt az adatot a születéskori társadalmi státusznak az arányait nézzük, amit az előbb ugye számok, abszolút számok tekintetőt ugye relatív módon láthatjuk. És még egy nagyon fontos szempontot emeltem ki, az a társadalmi tegeknek a vizsgálatánál. Itt mégpedig azt, hogy az az adott társadalmi réteg rendelkezette reprezentativitással, tehát az országgyűlésben, mint a legfelsőbb politikai szerben, az ország legfelsőbb politikai szervében képviseltetve voltak-e, tehát reprezentálva voltak-e az országgyűlésben, hiszen az országgyűlés volt az, a diéta volt az, amely katonai ügyeket időről időre tárgyalt, mindegyik országgyűlésen előjöttek katonai ügyek, a korszak két első országgyűlésén a magyar tisztek érdekében szólt is emelt az országgyűlés, és volt is erről egy kutatása
az udvari haditanácson belül, de ez nem egyszerűen tartozik. Nagyon érdekes eredménye lett egyébként. Váratlan eredménye lett legalábbis számunkra. Itt most számunkra az a lényeg, hogy a reprezentatív és a nem reprezentatív társadalmi rétegek között a huszárság aránya már jóval magasabb. Tehát a sorgyalogosoké pontosan egy harmad, a huszároké pedig 43%. Tehát azt lehet mondani, és gyakorlatilag magát a hipotézist is mindenhatjuk, a megvizsgáljuk a hipotézis történetét, hogy miért gondolnák azt, hogy felülreprezentált a huszárság, akkor nagyjából innen indulhatnánk ki, hogy a társadalmilag reprezentatív körben a huszárok aránya azért jelentősen magasabb, mint az össz minta tekintetében, és ez az adatsor, és ezt támasztja alá. Ha a lovasságot megnézzük, akkor összességében a lovasság a reprezentatív társadalmi rétegekből származó tábornokok körében 50%-nál magasabb részesedést mutat, és ez egy óriási szám, míg a gyalogság az alig egy harmadot meghaladó nagyságrendben. A nem reprezentatívak körében természetesen az arány az fordított, kétharmadot meghaladó a gyalogság aránya, és alig egyötöd, még egyötödöt séri el a lovasság aránya, viszont a képzettséget tábornoki szolgálat csapatnemi háttérrel rendelkező tábornokok száma itt egy picivel a társadalmi mobilitás hogyan alakult az egyes csapatnemek tekintetében. Itt megint az előző gondolat vissza, hiszen a huszárság társadalmi mobilitása azt gondolnánk, hogy magas volt. Valójában, mivel maguk a huszárok a csapatnemi háttérrel rendelkező tábornokok alapvetően már a társadalom középső szegmenségből indultak, az ő számukra a rendi társadalomban az előrelépés az tulajdonképpen sokkal nehezebb volt, és lényegében a Mária Terézia rend volt az, amely ugye az arisztokrata már jelentett, nem minden esetben kérdőjelezték egyébként, de jelentetett, és ugye ez jelentett a mobilitás lehetőségét, míg a határőröknél ugye a nemességben rendelkezők, azok már katonai szolgálatok érdekében a legtöbb esetben. Sőt, minden egyes esetben megkapták a nemesség címet, így ugye statisztikailag ez azt jelenti, hogy a mobilizált kortársadalmi mobilitás az ezekben ezeknél a csapatnemek, ezek a társadalmi csoportoknál, és azoknál nagyobb számban voltak jelen, magasabb. Tehát ez az oka a társadalmi mobilitás szintű oltásának. Ha megnézzük, hogy a domináns csapatnemek szerint hogyan alakul az elnyert már ötödésző rendek száma, akkor viszont megint csak az eredeti akár a sztereotíp felvetésünk de ha az idegeneket nézzük, akkor olyan különösebb meglepetés, hiszen itt is azért a gyalogosok azok száma az viszonylag magas, picivel alacsonyabb, de itt is egy nagyon kis számban van szó, tehát is statisztikai igazítás azért ez mindenképpen látszik és lehetséges. A Magyarországon honos tábornokok esetében azt látjuk, hogy az odaítélt kereszteknek a száma, ez a huszárok esetében kiugróan magas. És ugye a könnyű lovasok esetében is rendkívül magas. Ugye összességében 97 keresztet osztottak ki a Mereterizélemből a magyarországi tábornokok között. Ez önmagában egy rendkívül magas szám, ugye komparativitását akkor lehet majd pontosan felmérni, hogyha látjuk majd, hogy a tábornokok más csoportjainál ez a szám hogyan alakult. Itt azt azért érdemes hozzátenni, hogy azt már nem vizsgáltam, hogy milyen csapat nem kötelékében elért hadisiker vagy teljesítmény volt az, amit Mária Terézia renddel jutalmaztak, mert természetesen előfordulhatott, hogy időközben megkapta
valaki csapatot váltott, mert tulajdonképpen itt már olyan kis eltéréseket adnának ezek a vizsgálatok, hogy tulajdonképpen nem változtatnak meg az egész eredményt. Itt azt láthatjuk, hogy a könnyű lovasok között, ugye ha arányukat nézzük, akkor ugye nagyjából egy harmados arány volt a könnyű lovasoké, az elnyert mágetelézi a rendek számában, sokkal magasabb az arány az ő körükben, tehát 70%-os, kétharmadot is meghaladó, mint a gyalogosok esetében egyharmadot alig meghaladó a szám. Nyilván a könnyűlovas szolgálat természetében adódott, hiszen a könnyűlovasság sokkal többet volt harcérintkezésben az ellenséggel, ergo sokkal több lehetősége is volt, vagy lett a hadi érdemeknek az elismerésére, hiszen több harcból nyilván többször volt lehetőség olyan haditettet végrehajtani, amely elismeréssel jár. Az utolsó vizsgálati szempontként az elért legmagasabb rangot, hogyha nézzük. Ugye itt az idegen tábornokokat nézzük, hasonló a helyzet a korábbihoz, a gyalogosoknak, különösen a sorgyalogosoknak a túlsúlya egyértelmű. Ha viszont már a magyar országon honos katonákat nézzük, akkor egyértelmű, hogy az, ami a Mária Terézia rendek tekintetében nagyon szembetűnően mutatkozik meg, miszerint a könnyű lovasok azok kétszer annyi, vagy közel kétszer annyi Mária Terézia rendet kaptak, mint a gyalogosok. Ez már az előléptetések tekintetében egyáltalán nem mutatkozik meg. Illetve minimális mértékben mutatkozik meg, érdemesebb így fogalmazni. Ez alapvetően, ugye emögött egy olyan jelenség áll, hogy a katonai előléptetéseknél az érdem az csak az egyik tényező volt. Hiszen magának a hadseregnek is felmerült időközben szükséglete. Lázár Balázs írja Krajról készült, Krajtábornokról készült monográfiájában, hogy szerettek volna 6 gyalogos tábornokot előléptetni. Pontosabban 6 gyalogos ezredes tábornok kell előléptetni, mert a gyalogságnak nem volt elég tábornok. Tehát ez is egy példa arra, hogy a hadsereg igénye volt a legfontosabb a tábornok jelöléptetések szempontjából is. Hiába léptettek volna elő egy kiváló 20 ezredest, ő nem lett volna alkalmas sorgyalogság, sorcsapatoknak a vezetésére. Éppen ezért mondhatjuk azt is, fogalmazhatjuk úgy is, hogyha átfordítjuk az állítást, hogy a huszár tisztek esetében sokkal nagyobb volt a verseny a tábornoki előléptetések tekintetében, mint a sorgyalogságnál, hiszen sokkal több ilyen tábornokra volt szükség, aki ugye sorgyalogosokat tud vezetni. Még akkor is, egyébként, hogyha a sorcsapatok létszámarányához mérten, a kevesebb tábornokra van szükségük, viszont mivel sokkal több sor egység volt, ezért az abszolút számban meg mégiscsak jóval magasabb. Még egy tényezőt fontos figyelembe venni, a hadsereg harcászati igényén felül még egy olyan igény is megfogalmazódott, és ez szépen látszik már a 18. század utolsó harmadában, például a katonai határőrvidék vezetését, igazgatását, azokat jellemzően ott született katonák kezébe adják. Nem kizárólagosan, de jellemzően. És ez önmagában is egy viszonylag nagy tábornok igényt fogalmaz meg, hiszen a 17 különböző ezred, tehát ugye gyalog ezredről beszélek, ez önmagában egy időben 8 vezérőrnagyot, és legalább 4 altábornagyot szükségeltetett. És ugye a fluktuáció miatt ugye ezt folyamatosan fel kellett tartani, és ezek többségében valóban délszláv tábornokok voltak, délszláv eredetű, és természetesen határőrség kötelékében tapasztalatot szerzett tábornokok voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy az előléptetéseknél a meritokrácia elve egyértelműen érvényesült, de csak az összes szempont mellett az egyik, és még azt is mondhatjuk, hogy nem a legdominánsabb szempontként
Összegzésként végül is összegezve az eddigi, eddig elhangzottakat, mondhatjuk, hogy a magyar társadalom sokszínűsége tükröződik a csapatnemi megosztásban. Tehát sokféle volt a magyar társadalom nemzetiségi szempontból is, a társadalmi rétegek szempontjából is, és ezek leképeződnek a már a 181 magyar honos tábornok tekintetében is. Tehát igenis lehet olyan kapcsolatot találni, amely a nemzetiség, társadalmi helyzet és a csapatnemű háttér között létezett. Az egyes nemzetiségek természetesen eltérő preferenciákkal rendelkeztek, hiszen a délszlávok esetében a gyalogos szolgálat az jellemző volt, míg a magyarok, illetve magyarországi németek azok nagyon hasonló jegyeket mutatnak, és itt még érdemes ebben a körben bevonni még a hagyományos magyarhoz hasonlatos, bocsánat, magyarhoz hasonlatos horvát nemességet is. Az is egyértelműen kiderült, hogy huszárok a vártnál kisebb arányban vannak jelen, jelentősek, fontosak, de valójában korán sem dominánsak, és egyáltalán nem olyan nagy az arány, mint ahogyan az akár a korszak történetével foglalkozó munkákban, tábornok nevekből, csaták, hadjáratok elemzéséből előrevetíthető lenne. Illetve a huszárok, azok a magyarok, illetve a reprezentatív társadalmi közegből érkezők esetében felülreprezentáltak az egész mintához viszonyítva. Tehát tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a magyarok körében a huszárok valóban felülreprezentáltak. De fontos tanulság, hogy a nehéz lovasságnál is szolgáltak magyarok, tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy a magyarok kizárólag csak huszár vagy könyvlovas csapatnemnél teljesítettek volna szolgálatot, és karriert tudtak csinálni a magyar tisztek, magyarországi, magyar honos tisztek nehéz lovasságnál is. A határőr katonaság jelentősége viszont egyértelműen nagyobb a korábban feltételezettnél. Ugye a határőrség történet és a határőr katonaság mind katonai, mind politikai, társadalmi értékelése azért az elmúlt időszakban, vagy átértékelés az elmúlt időszakban azért megkezdődött, tehát azért az elmúlt évtizedekben egyre inkább a helyükre kerültek a határőr vidékről érkezők is, de azt lehet mondani, hogy a katonai tekintetben ez egyértelmű, hogy az ő szerepük az a hadseregben is magasabb. Az már más kérdés, hogy ezt a katonai szerepet a magyar társadalom szintjére ők viszonylag kevésbé konvertálták át, de ez egy más társadalmi jellegű téma. Ebben most nem szeretnék részletekben belemenni. Az is egyértelmű, hogy a katonai teljesítmény tekintetében a huszárság messze kiemelkedő jelentőségű, viszont ez nem generált olyan mérvű társadalmi mobilitást, ami feltételezhető lett volna, de ez alapvetően a huszároknak az eredendő magasabb társadalmi státusza miatt van így, nem pedig azért, mivel nem ismerték volna a katonai teljesítményt. Viszont a határőrök szerepe a társadalmi mobilitás tekintetében egyértelműen kiemelkedő, hiszen a nemességgel nem rendelkező határőr tisztek mindegyike legalább nemes lett a tábornok szolgálatának végére. Tehát ez, és nagyon sokan közülük az arisztokrácia sorába is bekerültek. Tehát sokkal magasabb az esetben a társadalmi mobilitás. És hát végül az utolsó gondolat, hogy az előléptetések esetében meghatározó a hadsereg igénye, a katonai teljesítmény végül is csak a több másik tényező mellett az egyik. Lezárásként azt szeretném elmondani, hogy ezek a tábornoki karnak a kutatása, én azt gondolom, hogy új és érdekes eredménnyel gazdagítja a magyar hadtörténetírást és a magyar történetírást is.
Ez azt bízom benne, hogy az előadásomban ezt be tudtam bizonyítani.